Jó reggelt mindenkinek, sziasztok! Egy napi vlogot indítok most. Arra gondoltam, hogy régen volt már a csatornám, és most mikrofonnal fogok videózni ma. Itt van a zsömi vágó. Először is reggelizni fogok. Gyerekeket elvittem óvodába, iskolába, korán keltünk. Van, mikor már óvi előtt meg szoktam reggelizni, de ma nem voltam éhes, úgyhogy most fogok reggelizni. Aztán lesz egy-két dolgom a gépnél, és utána egy picit pakolni fogunk, de nem takarítani, hanem tudjátok, csak úgy elpakolászni, mosni, főzni, hát ilyen általános dolgok. Úgyhogy igazából ennyit tervezek ma. Tegnap akartam egyébként vlogolni, de tegnap annyira sűrű volt a nap. Délelőtt voltam a Pepco-ban vásárolni. Illetve utána megjött ugye ez a mikrofon, ezzel úgymond hát gyakoroltam, mert nem egyértelmű, hogy most akkor bekapcsolás, kikapcsolás, lenémítás, zajszűrő. Tehát figyelnem kell, mert tegnap például felvettem egy pár ilyen próbajelenetet a hang miatt, és hát néma volt, úgyhogy többször nyomtam meg a gombot, mint amennyire kellett volna, na mindegy. Illetve délután, vagyis hát este, hát délután végül is szülőértekezlet volt. Aztán házi feladatot csináltunk, szóval úgy gondoltam, hogy tegnapra elengedtem ezt a vlogolást, de akkor ma lesz a napja. Kis chilles, lájtos nap lesz itthon, nem kell menni sehova, minden el van intézve, a boltozás is, van itthon kaja, van itthon főznivaló, úgyhogy hát megreggelizek, és igazából, ha van kedvetek, akkor tartsatok velem. Ma van egyébként szerintem a nyár utolsó legmelegebb napja, 31 fok lesz, már reggel is 17-18 fok van. Úgyhogy most még be kell szívnunk magunkba bőven a D-vitamint, szendvics kész, úgyhogy indulhat is a nap. Kis zsömlés szendvics. És ilyenkor szoktam gyorsan megnézni a Facebookot, meg a Messengert reggeli közben, úgyhogy ezt fogom most is tenni. Eszek és megnézem, hogy írte valaki Facebookon, Messengeren. Aztán nekiállok a dolgoknak, nagyjából délután kettőig tervezem a vlogolást. Kb. Akkor ér haza Marci, 2:30. Úgyhogy utána már nem fogok vlogolni, úgyhogy igazából ezt a 6 órát úgy, ahogy nagyjából le fogom nektek vlogolni. Úgyhogy eszek, éhes vagyok. A gentle breeze, the night's got a feel.
No sabes cuánto te extraño.
Semmi baj szíve. Semmi baj, kicsi. Vártottátok egymást? Miért vagytok ilyen feszültek? Jön a front? Ugye szíve? Szép székesze. Na, időközben jött egy csomag, úgyhogy meg is mutatom nektek. Emag, WC-papír. Hú, nem is tudom hány darabos. 4. Azt mondja, alatta is 4, akkor 16x4, illetve, mi lesz ebbe? Aromás ilyen diffúzort, van már nekünk többféle. Ez ilyen rózsaillat, úgy látom. Rengeteg illat, azt mondja, hogy akciós volt. Boldogság. Hát úgy látom, hogy illatokban nem leszünk hiány most. Valami akció volt. Na, hát akkor számoljuk meg. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ha jól számoltam. WC papír és még a kis dobozkája. Úgyhogy megyek, most már főzök valamit. 10-15, úgyhogy lassan ebédet kell készítenem. Töltött patiszont gondoltam. 2 hete ezt gondolom egyébként, csak nem szántam rá magamat. Úgyhogy igazából ilyen paradicsomosan gondoltam, azért mert rengeteg paradicsom van még, és akkor igazából megpucolom, kivágom, megtöltöm, előkészítem azt a darált húsos ragút, megsütöm, de majd látjátok, úgyhogy egy ilyen könnyű ebéd lesz ma, illetve még valamit szeretnék összedobni estére a gyerekeknek. Úgyhogy ennyi, szerintem álljunk is neki. Na, ezt a receptet választottam, ha mind megettén van, ez egy ilyen paradicsomos dolog lesz. Ahogy látom, nincs rajta tejföl a tetején, de én rakok majd rá. Elvileg 90 perc alatt kész van, na meglátjuk. Thank you.
Na, újra itt vagyok. Egyébként 11 óra 38. 18 perc múlva lejár a sütő, úgyhogy ebédelni fogok, de akkor arra gondoltam, hogy előtte egy kicsit rendbe vágom magamat. Egyébként megy a második mosás, és nem soká lejár a szárítógép is. Aztán ebéd után kávé, és leülök az iMovie-hoz. Videót fogok vágni, vagyis hát úgy szoktam, hogy a miket ettem videó, ugye az egy hónap, mire összegyűjtöm, nyilván több száz anyagról van szó, megvágni nem 1-2 perc. Nem tudom, miért lett vörös így a fejem, mindegy. A lényeg, hogy úgy szoktam csinálni, hogy kb. Így 4-5 naponta leülök, és csak a miket ettem videót megvágom azt a 4-5 napot, hogy amikor vége van a hónapnak, ugye 31. éve, sokan már elsőn szeretnék látni, az lehetetlen lenne, hogyha ugye egy hónapig hozzá se nyúlnék az anyaghoz, ezért általában második, a harmadik a körül szokott kint lenni. És ugye ez azért van, mert hogy én többször vágok belőle, mert iszonyat brutál mennyiségű anyag van benne. Gondolkoztam azon is, hogy visszahozom 2 heti sorozatba, nem tudom, írjátok meg kommentbe, hogy nektek hogy jobb. Az biztos, hogy beszélgetős videót nem tervezek mostanában, és filmajánlós sem, és egyébként érdekes, mert mióta mondtam is, hogy nem nézek filmet, meg nem ajánlok filmet, nem is néztem, úgyhogy most egy ilyen időszakom van, hogy valahogy nincs kedvem filmet nézni. Na ez van, egy alapsminket gyorsan feldobok a reggeli maszk után, meg a szemöldökszedés körömlakkozás után, szép hosszúak a körmeim, viszont ez már letört, ez már olyan hosszú volt, hogy nem bírta ezeket a dolgokat, és ez is le van törve, de majd visszanő. Na, csináljunk valamit ebből az arcból. Na, meg is volnák a sminkel, nem tudom, hogy látjátok-e. Mostanában nagyon élem ezt a Barbie korszakomat, úgyhogy rózsaszín. És akkor nézzük meg, de jó illat van, picit égett illat van. Remélem, hogy nem égett oda a rakott patisszon. Hékás! Húha! Hát, egy kicsit oda. Igen, a teteje. Ja, már izére volt állítva. Pizza sütésre. Na jó, annyira nem vészes amúgy. Jól megpirult a sajt. Lehetne rosszabb is. Na, sípolt a mosogató. Ó, mosogatógép, az is megy. A mosógép. Nem, a szárítógép, hogy ugye el kéne pakolni, de hát én most ebédelek, majd utána foglalkozok azzal. Megveszek közben miket ettem, kóstolást is. Úgyhogy majd ott megkóstolom, abban a részben azt majd a másik videóban látjátok, és akkor itt elmondom, hogy milyen volt. Az van, hogy megkóstoltam ebbe a miket ettem részbe, és imádom, baromi jól sikerült. Annyi, hogy a
a recept, amit használtam, hogy külön megfőzte a rizst. Én beleraktam ebbe a ugye, daráltúsos egyvelekben, picit több vízzel és megfőtt, nem külön itt rizst főzünk, meg ezt főzünk, egyben megfőzzük és kész. Úgyhogy nagyon-nagyon finom lett az ebéd. Ezt megeszem, aztán megyek a géphez, mert síp volt. Na hát képzeljétek el, hogy jártam, sípolt a szárítógép, mondom, akkor kiveszem a ruhákat, és hát vizesek voltak, mert hát nem olyan programra állítottam, amire szoktam, hanem arra, hogy vasaló száraz legyen a ruha, tehát az még enyhén nedves volt, úgyhogy újra kellett indítanom, de közben a mosógépből 5 perc van, azt már rakni kéne a szárítógépbe, de nem fog bemenni, ugye, mert még az első adag szárad, még most kezd száradni. Így fél egykor. Úgyhogy ez van, iszok most szerintem egy kávét, mindig szoktam ebéd után, és aztán hát majd szépen a gépek, ha lejárnak, mind a három gép, akkor azokból kipakolok, de az még másfél óra, a másik 2 óra, a harmadikat még el sem indítottam, tehát ma még egy mosás sem ment le. Na. Úgyhogy ide inni egy kávét, mert úgy látszik, hogy már nem működik az agyam. Vagyis jobban mondva, már reggel sem működött, mert ugye rossz programra nyomtam. Valószínű belezavart az is, hogy kameráztam közben, és nem odafigyeltem, vagy a kamerára figyeltem, és nem a gombra. Ma egyébként még az lesz a terv, hogy miután megittam a kávét, leülök a géphez, és rendezgetem a videókat. Igazából 2 videóban, nem 3, a hajas, van egy mini bevásárlós és egy miket ettem, ezekben rendezgetem a fájlokat, és megnézem, hogy ez a vlog most hány perces lesz, vagy valami ilyesmi. De most nem tudom, valami vacakolás volt, mert pirosba töltötte fel a fájlokat, ugye az alsó sáv, mindegy, az a lényeg, a kék a jó, a zöld a hang, a pirossal valami gebasz van, és valami gebasz van most, úgyhogy lehet majd kérek egy kis szakmai segítséget diától, ha nem boldogulok vele, mert már tegnap se tudtam. Minden esetre a mikrofon nagyon szuper, ennek nagyon örülök. Kávé, aztán megmutatom még szerintem a cicákat, és elbúcsúzom, mert Marci is nagyjából egy óra múlva jön haza, és akkor ilyenkor már semmi extra nem fog történni, meg nyilván, mivel a gyerekeket már nem mutatom, nem lesz vlogolás, de egyébként megnézzük, hogy van-e házi. Holnapra előkészülünk mind ruhákba, mind tantárgyakba bepakolunk a táskába, aztán szerintem ma Vivikéért párom fog menni, mert ma hamarabb végez, és aztán igazából itthon vagyunk, kint szoktunk lenni az udvaron, jó idő van, a gyerekek hazajönnek uzsonnáznak, és semmi extra, gazolunk, paradicsomot locsolunk, mert még mindig locsoljuk, még mindig ontja magából. Este vacsit készítek, de most nekik ugye már lesz, ja igen, oda raktam hűni. Úgyhogy ennyi, holnap pedig még korábban kelünk, mint szoktunk, mert reggel úszás van Vivikének, az első úszása is korán megy nekik a busz, korábban kell menni az óviba, és korábban kell reggelizni. Na nem locsogok, följön ez a kávé, és szerintem még át is fogok öltözni, mert olyan meleg lett gyerekek, hogy ment a sütő, hogy folyik rólam a víz. Na. Hagyj menjen. De erőtlen vagyok. Hát én ezt nem hiszem, de basszusom. Ó, nem már, hogy nem lesz tej benne. Ó, gyerekek. Na, megijedtem. Megijedtem, hogy mi van. Jaj, ez ilyen kis nyomi. Úgy. Ja. Na, menjünk meg, nézzük meg a cilukat. Mit csinálnak ezek a zsiványbetyárok? Szia, sacó! Szia, szívem! Na, búcsúzzunk el a nézőktől, mit mondasz? Köszönjük szépen, hogy itt voltatok.
Ha tetszett anya videója, dobjatok egy lájkot, és ha nem tettétek még, iratkozzatok fel a csatornára, és írjátok meg kommentben, hogy milyen videót szeretnétek még. Hékás, hát na megint be kell fújni, úgy látom bolhás vagy, fiam. Hát, édes kis panka, mit csinálsz? Mit csinálsz? Mit csinálsz? Jaj, de imádom, mikor így nyalakodsz. Mi? Hékász, hol van a testvéred? Na, búcsúzzunk el. Sziasztok! Berecés!